Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Muttersprachliche Umgebung für Kindergartenkinder, Hilfe für Kindergartenpädagogen. In Pogen wird ein gemeinsames Heimatmuseum von drei Nationalitäten errichtet. Förderung bei der Teleki-Stiftung gewonnen. Jubiläum. Jinka Ungarn-Deutsche Kindervolkstanzgruppe bereitet sich zum 40. Jubiläum vor. In Bayer werden die Traditionen nicht nur gepflegt, sondern auch erlebt. Von Vorschulkindern bis zu Erwachsenen tanzen alle. Der von der Sexade deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung getragene Wunderland Kindergarten empfängt seit 2015 Deutschmuttersprachler als Freiwillige, um die Kinder auch auf solche Weise beim Erwerb der deutschen Sprache zu unterstützen. Immer mehr Jugendliche in Deutschland machen vor ihren Studien ein freiwilliges soziales Jahr irgendwo in der Welt. Anna Knirsch hat Ungarn und die Arbeit im Kindergarten gewählt. Sie ist aus Baden-Württemberg gekommen, um 9 Monate in einem deutschen Nationalitätenkindergarten zu verbringen. Seit Jahren kommen Freiwillige aus Deutschland in dem von der Sexade deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung getragenen Wunderland-Kindergarten Freiwillige aus Deutschland. Es ist einzigartig in der Stadt, dass auf solche Weise muttersprachliche Umgebung für die Kindergartenkinder gesichert werden kann. 2014 óta van együttműködési megállapodása az óvodának a németországi Vöröskereszttel. 2015 óta fogadunk német anyanyelvű önkénteseket itt az óvodában, akik segítik a nevelőknek a munkáját. Ezzel az a célunk, hogy itt az óvodán belül anyanyelvi környezetet biztosítsunk az idejáró gyerekeknek, megismertessük őket ezáltal is, és még közelebb hozzuk őket ezáltal is a német nyelvhez. Tehát a német nyelv stílusát, a hanglejtést, a hangzását a gyerekek már kiskorban megtapasztalják, meghallják. Most jelenleg ebben az évben egy önkéntes dolgozik itt velünk együtt az óvodában. Egyébként egy másik kapcsolat révén a Polipnak köszönhetően több éven keresztül több önkéntes volt az óvodánkban. Volt olyan év, amikor 3-an is dolgoztak egyszerre itt az intézményben. Nagyon nagy segítség nekünk, mert ezáltal a gyerekek is rengeteget profitálhatnak az ő itt létéből. Többek között a mondatok, a nyelvi környezet, ami adott. Nagyon sokat segített még Anna nekünk az ünnepek megvalósításában. Első alkalommal fogjuk most december 15-én a csoportunkkal előadni németül a Krippenspielt a Béla téren, és ebben is adott nekünk rengeteg jó ötletet, innovatív dolgokkal próbálta az itt létét a csoportunkkal megvalósítani. Wie viele Jugendliche in Deutschland, so auch Anna Knirsch hat beschlossen, vor ihr Studium ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Sie fühlt sich wohl in Ungarn und die Arbeit mit den Kindern macht ihr Spaß. Nur die ungarische Sprache bedeutet ihr manche Schwierigkeiten. Ja, also ich bin Anna, ich komme aus Deutschland, aus Baden-Württemberg. Das ist ein Bundesland ganz im Süden und genauer vom Bodensee, also von Markdorf. Es ist eine sehr, sehr kleine Stadt, sogar noch kleiner als die Stadt hier. Also ja, aber der Bodensee ist sehr schön. Ich bin jetzt 18, ich bin fertig mit der Schule, mit dem Abitur und es ist sehr hart und man lernt jeden Tag und ich möchte danach studieren gehen. Das heißt, ich wollte nicht jahrelang studieren und weiter Schule machen, deswegen habe ich irgendeine Pause gebraucht oder wollte eine Pause machen und ein Freund von mir ist auch ungarisch, deswegen dachte ich, es ist ein bisschen einfacher, wenn ich schon jemanden kenne, der ungarisch ist und ja, der meinte, die Gegend ist auch sehr schön, also habe ich gesagt, warum nicht? Und deswegen bin ich jetzt dann bald, also jetzt 2 Monate hier und dann irgendwann 9 Monate. Also ich habe 1 Monat davor in einem Kindergarten gearbeitet, also die Kinder sind ein bisschen jünger als Kindergartenalter, aber ich war in einem Waldkindergarten, also täglich 3 Stunden. Das erste Mal waren die Kinder alleine ohne Eltern, genau.
Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den Kindern zu arbeiten. Und ich glaube, man lernt dadurch auch andere Traditionen kennen, besonders in einem anderen Land, besonders durch Kinder. Und die sind auch sehr offen. Also am Anfang waren alle relativ zurückhaltend, aber das war auch in Deutschland bei den Kindergärten so. Also man braucht natürlich, ich brauche auch ein bisschen, um mich an Leute zu gewöhnen, deswegen ist das ja nicht schlimm. Aber mittlerweile, sie kommen immer zu mir und wollen, dass ich sie suche, also Verstecken spielen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich dann immer bis 20 zählen muss. Aber die Kinder sehen das viel offener und kommen zu mir und wir malen zusammen. Und sie finden immer einen Weg, mir zu sagen, was sie mir sagen wollen. Also sie verstehen, also ja, nein, also so einfachere Sätze, also 1, 2, also bedeutet ich soll zählen. Und sie suchen, Tiere können sie, also wenn wir irgendwelche Tiere malen, sagen sie Pferd oder Fuchs, oder sie fragen die Erzieherin, was das auf Deutsch heißt, und dann sagen sie es auf, ja, ich glaube, sie werden auch ein bisschen, sie vertrauen sich selber ein bisschen mehr. Also, weil ich rede, versuche immer zu verstehen, was sie mir sagen, und meistens klappt das auch ganz gut. Ich fand es sehr beeindruckend, wie hart die Kinder daran gearbeitet haben. Also auch jetzt, wir arbeiten jeden Tag, also wir proben jeden Tag daran. Und die Kinder stehen und die Kinder machen mit. Deswegen, ich finde das sehr schön. Und ich bin froh, dass ich da mitmachen darf und mithelfen kann. Ja, es macht halt einfach Spaß. Genau. Nach ihrer Heimkehr möchte Anna Biologie studieren und Meeresbiologin werden. Die Arbeit im Kindergarten ist nur ein Plan B in ihrem Leben. Aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen findet sie aber das freiwillige Jahr in Ungarn durchaus wichtig, nützlich und schön. Pogen ist ein Dorf, wo mehrere Nationalitäten leben, Deutsche, Kroaten und Ungarn. Die Selbstverwaltung der Siedlung bewarb sich bei der Teleki-Stiftung und gewann Förderung für die Errichtung eines Heimatmuseums, in dem alle drei Nationalitäten je eine Stube erhalten werden. Es werden auch ein Gemeinschaftsort sowie, falls die nächste Bewerbung auch erfolgreich sein wird, ein Scheunentheater im Haus in der Petőfi-Sándor-Straße ausgestaltet. Die Schwäbische Stube wird von der Deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung mit gespendeten Möbel, Erinnerungs- und Kleidungsstücken eingerichtet. A Pogányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 1998-ban alakult, és azóta tevékenykedik a helyi németségért és szervez programokat. Júniusban a Német Nemzetiségi Horgászversenyt harmadik alkalommal rendezték, Heinek Ottó a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának egykori elnöke emlékére. Szeptemberben pedig a lassan veszendőbe menő sváb szakmákat mutatták be a ma is aktív mesteremberek. Az önkormányzatunk 5 tagú, és igen, sok pályázatot adunk be évről évre. A 21-es évre is 10 darab pályázatot adtunk be a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-hez, ebből 5-öt megnyertünk. Ezekből gyerekprogramokat szervezünk, hagyományápoló foglalkozássorozatokat, német nyelvű mesedélutánokat tartunk a gyerekeknek. A szakmák napját ebből a pályázatból finanszíroztuk az ősz folyamán, úgyhogy igen sokrétű a tevékenység, amit végzünk. Azzal, hogy minél több gyerekprogramot szervezünk, ezzel próbáljuk a fiatalokat is, a fiatal szülőket is bevonni abba, hogy minél többen megismerjék és ápolják ezeket a hagyományokat. Mind a horvát, mind pedig a német nemzetiségi önkormányzatok segítségével tudjuk a programjainkat szervezni, illetve az önkormányzat is, nagy önkormányzat is sokat segít a nemzetiségi önkormányzatainknak a programszervezésben, helyiségbiztosításában. De én azt gondolom, hogy mindenképpen az a fontos, hogy Pogány lakossága minél szélesebb körben legyen programokkal, lehetőségekkel kiszolgálva, és ezért aztán mindannyian együtt dolgozunk ezen. A település önkormányzata a Teleki Alapítvány népi építészeti programján pályázott és nyert egy tájház létrehozására 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást. Ez egy nagyon lepusztult
eredetileg horvát ház volt, amelyet megvásárolt az önkormányzat, és hát saját erőből nehézkesen tudtuk volna ezt a projektet véghez vinni. Így aztán a Teleki Alapítvány népi építészeti programjába sikerült nyertes pályázatot benyújtanunk. A teljes felújítási költség 24,7 millió volt, és ebből 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk a Teleki Alapítványtól, amelynek hát mint ahogy látszik is, meg is lett a látszatja. Rendkívül rossz állapotot örököltünk, de most egy teljesen használható, szerkezetileg is felújított épületet nyertünk. Szobák természetesen megmaradnak a maguk kialakításában, de padozatot és hát a falazathoz is hozzá kell valamelyest nyúlnunk. A sváb szobát a Pogányi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezi be a felajánlásként érkezett bútorokkal, emléktárgyakkal, ruhaneművel. A berendezés az a korábbi években összegyűjtött régi német ruhák, berendezési tárgyak gyűjteményéből adódik majd, és hát a célunk az, hogy minél szélesebb körben megismertessük azt, hogy milyen volt a pogányi németek régi élete. Felajánlásokat mindig szívesen fogadunk. Igazából nem lehet elég anyag arra, hogy bemutassuk, hogy mi volt régen, hogyan éltek régen. A három nemzetiségi szobán kívül közösségi teret, valamint ha a következő pályázat is sikeres lesz, Pajta Színházat is kialakítanak a Petőfi Sándor utcai ingatlanban. A legnagyobb átalakítás az a mellettünk lévő istálló és pajta épület lesz. Itt egy közösségi teret szeretnénk létrehozni, illetve itt a pajtából egy pajta színház kialakítását tervezzük. A színház maga a pajta belseje lenne, és a nézők pedig itt az udvarban kialakított térburkolata ellátott területen foglalnának helyet. Ez az elképzelésünk. Erre nyújtottunk be ismét egy pályázatot a Teleki Alapítványba, amelynek az eredményét izgatottan várjuk. Természetesen igyekszünk a költségvetési forrásokat is elkülöníteni, és ott amennyiben lehetséges a legfontosabb belső átalakításokat megtenni, hogy ez a ház élővé váljon, és ez a legfontosabb, mert a bemutató helyiségek meglétén kívül mi nagyon nagy szerepet szánunk annak, hogy egy élőház jöjjön létre, nem csak egy kulcssal rendelkező múzeum, hanem ezek a terek arra is alkalmassá válnak, hogy akár a nemzetiségek, akár a település nem nemzetiségekhez tartozó lakói egy teret kaphassanak a közösségi létük megéléséhez. A tájház belső átalakítása, aminek a nyertes pályázat megléte a feltétele, 2022 nyarára készülhet el. Die Mitglieder der Jinker Nachwunschvolkstanzgruppe Grüne Wiese bereiten sich zum 40. Jubiläum ihrer Gründung vor. Es gibt immer mehr Kinder und es wird nicht nur getanzt, sondern auch gesungen. Ihre Lieder wurden am ersten Tag der Adventszeit vorgestellt. Énekkarként mutatkoztak be a Gyönki Grüne Wiese hagyományőrző csoportban néptáncoló gyerekek. Számukra már nem ismeretlen ez a terep sem, hiszen az oktatói különösen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a hozzájuk kerülő fiatalok ne csak a tánccal, hanem a tágabb értelemben vett német kultúrával is megismerkedjenek. Mindig is voltak picikék is, és hát egész picikortól, most már óvodásaink vannak, általános iskolás, első osztálytól, ötödik osztályosig vannak gyerekeink a tánccsoportban. És hát ugye a mondókáktól, a német kis daloktól kezdjük el a tanítást, az egyszerű tánclépésektől, a játékos táncoktól. Nagyon sok ilyen táncot ismertünk már mi is a gyerekkorunk óta tulajdonképpen, mi mint vezetők.
Az olyan kis településeken, mint amilyen Gyönk, nem is gondolná az ember, hogy a helyi hagyományőrző utánpótlás csoport létszáma folyamatosan nő, pedig ez éppen így van. A mai gyerekek is nagyon szeretnek közösségbe járni. Most az elmúlt időszakban, az elmúlt másfél évben nem nagyon tudtunk ugye a pandémia miatt összejönni, de már a nyáron tartottunk egy tánctábort a gyerekeknek, a táncos gyerekeknek, és nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, olyanok is, akik előtte nem táncoltak. Most ezért is vagyunk ilyen sokan, hát 30-on felüli a gyereklétszámunk, és én azt gondolom, hogy ezek a gyerekek ugyanolyanok, mint amilyenek mi voltunk gyerekkorunkban, elmondhatom, mert nagyon szeretnek közösségbe járni, szeretnek valamit csinálni, szeretnek énekelni, szeretnek táncolni. A csoportba járó gyerekek arcáról pedig valóban sugárzik a boldogság, amikor az előadásra készülnek, vagy pedig már ott is állnak az őket figyelő közönség előtt. Körülbelül olyan egy éve járok a Grünewiese csoportba, azért szerettem meg, mert jó pár barátom ide jár, és nagyon-nagyon szeretek fellépni, így a csoporttal. Kevés olyan tánccsoport van, amelyik elmondhatja magáról, hogy a megalapításának fél évszázados évfordulója egyre közelebb lesz. A tánccsoportunk a Grünewiese tánccsoport, jövőre lesz 40 éves. Azóta egy 8-9 generáció már felnőtt itt. Nekik folyamatosan adjuk tovább, újra-újra hozzakat a régi lépéseket és koreográfiákat, amiket a tánccsoportunk hagyományosan táncol, illetve igyekszünk bővíteni a repertoárt, hogy a régebbi táncosok is mindig valami újdonságot tanulhassanak, mert nagyon gazdag a német tánckultúra is. Gyönkő jelenleg 3 generáció táncol hagyományos német koreográfiákat. Ők különleges módon egyszerre egy helyszínen próbálnak minden alkalommal. Nagyon reméljük, hogy a járványhelyzet megengedi azt, hogy jövő márciusban megünnepelhessük ezt a 40 évet, megünnepelhessük mindazokat az embereket, akik ezért dolgoztak, akik valaha táncoltak, és megünnepelhessük a táncnak a szeretetét. Gyönkről tehát egyértelműen elmondható, hogy a német hagyományőrzést kiemelt helyen kezelő Grünewiese tevékenységének köszönhetően egyre népszerűbb a régmúlt idő kultúrája a fiatalok körében, ez pedig olyan érték, ami egy közösség fennmaradását tudja garantálni. Deutsche Volkstanz spielt bei der Erziehung der Kinder, die das Ungarn-Deutsche Bildungszentrum in Baja besuchen, eine wichtige Rolle. Hier werden die Traditionen nicht nur gepflegt, sondern auch erlebt. Vorschulkinder lernen schwäbische Kinderspiele, im Rahmen der Volkstanzstunden in der Schule lernen die Schüler die Walzer und Polkaschritte kennen. Ihre während des Schuljahrs erlernte Tanzkunst zeigen sie gemeinsam mit den kleinsten und ehemaligen Schülern Jahr für Jahr auf dem traditionellen Schwabenball der Einrichtung. Josef Emmert leitet zurzeit die öffentliche Bildungseinrichtungseinheit des Ungarn-Deutschen Bildungszentrums und begleitet mit Akkordeon die Tanzgruppe und den Chor der Schule sowie den Bayerer Rosenkranzchor. Egy különleges hajó áll a magyarországi németek általános művelődési központja udvarán, kivetve a partra. Ez az Ulmerschachtel a betelepítés szimbóluma. Ezek az ulmi deregjék abban az időben mindössze egyetlen utat tettek meg a Duna áramlásával megegyező irányban, hiszen nem volt sem evezőjük, sem vitorlájuk, sem pedig motorjuk. Az ezekkel érkező németek magukkal hozták ének, zene és tánc kultúrájukat. Az iskola énekkara és tánccsoportja ebből a hagyományból táplálkozik. Ez az intézmény, az MNAMK, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, itt Dél-Magyarországon a németség egyik zászlós hajója. Ilyen formán fontos feladatunknak érezzük, hogy a kultúrát, a németség kultúráját is átadjuk, tovább adjuk a gyerekeknek, és már óvodás korban is van egy kis tánccsoport, ott kezdődik a dolog, és van néptánc órájuk is a gyerekeknek testnevelés óra keretén belül, ami végig kíséri őket egészen gimnázium 9. osztályig. Tehát a gyerekeket fontos belenevelni ebbe az egész világba, hiszen
hiszen ma már a táncolás, mint szórakozás már egész más szerepet tölt be az életünkben, mint régebben. Az én generációm annak idején még természetes volt, hogy megtanultunk táncolni, természetes volt, hogy bálokban, lakodalmakban mindenki táncol. Na most ma már, mintha nem így lenne ez, így van ez az énekléssel is, amíg nem volt ennyire digitális világ, mint ma, addig valahol az éneklés is egy fontos, mindennaposnak mondható szórakozási formának tűnt. Ma már az éneklésre nehéz rábeszélni a gyerekeket. Örülünk, hogy egy ekkora intézményből van annyi énekelni vágyó diák, hogy az énekkarunk ki tud állni, és van egy komoly énekkarunk. Ugyanez a helyzet a tánccal is. Hiába van általános iskolában is végig néptáncórájuk a gyerekeknek, nem annyira természetes dolog, hogy táncolunk, hanem már motiválni kell őket, és ez nem olyan könnyű feladat. Az óvodások sváb gyermekjátékokat tanulnak, az iskolai néptáncórák keretében pedig keringő és polka lépésekkel ismerkednek a tanulók, akik a legkisebbekkel és az egykori diákokkal a tanév során elsajátított tánctudásukat évről évre az intézmény hagyományos sváb pályán mutathatják be. Ahhoz, hogy egy táncot színpadra állítsunk, ahhoz nagyon sok minden szükséges. Kell először is táncolni tudni a diákoknak, kell hozzá zene, de kell hozzá énekelni is, hiszen ezekhez a táncokhoz valami ének is tartozik, de kell hozzá valami német népviselet is. Tehát egy elég komplex dolog, mire egy tánckoreográfia a színpadon megnézhető és megtapsolható, addig nagyon sok munka tartozik ehhez. A második világháború után még élt az a generáció, aki az utcán is népviseletben járt, és a színpadon természetesen nem a hétköznapi, hanem az ünnepi viseletet láthatjuk mindig, és természetesen addig ment ez könnyen, amíg éltek a szülők, nagyszülők, akik gondozták ezeket a népviseleteket. Gondolok itt arra, hogy szoknyákat keményíteni, hogyan kell egy népviseleti ruhadarabot tárolni, tisztán tartani, rendben tartani. Ez már a fiataloknak nem olyan egyszerű, így elég nehéz a népviseleteket úgy karban tartani. Szoktunk is ilyeneket rendezni, hogy na, összehívjuk a táncos lányokat, és akkor tanuljunk meg szoknyát keményíteni. De nyilvánvaló, hogy az utcáról ugye eltűntek a népviseletek, tehát ez így az idők szava. Lényegében az utolsó néhány olyan asszony él falvakban, aki még minden nap népviseletben jár, tehát ez rövid időn belül eltűnik, és már csak a színpadon láthatunk ilyen viseleteket. Emmert József vezeti és harmonikán kíséri az iskola tánc csoportját és kórusát, valamint a bajai Rosenkrantz kórust. A zene és a tánc szeretete nála családi örökség. Édesapám is zenész volt, és édesanyám is nagyon szeretett énekelni, és szeret a mai napig is énekelni, de a falutól is nagyon sok minden függ, hiszen én Véméndről származom, ott 1973-ban, amikor én mondjuk 10 éves voltam, akkor indult egy tánccsoport, és hát amelyik szülőnek fontos volt, az oda elküldte a gyerekét, és rajta volt, hogy minden héten menjen próbára, és aki a tánccsoporthoz tartozott, az természetesen akkor fellépéséken is részt vett, és belenevelődött ebbe a kultúrába, ott énekelni is kellett, táncolni kellett, de megismertük azt a zenét, és hát sok élményben volt részünk, hiszen nagyon sok felé jártunk fellépésekre, és valahol ott megszereti ezt az ember, és valahol ez lenne itt a legfontosabb célunk is ezzel, hogy a néptáncórákon, illetve az egyéb lehetőségekkel, ahol ma táncolni lehet, ott megszerettessük, megismertessük, megszerettessük a gyerekekkel ezt a kultúrát, hiszen én mindig mondom nekik, hogy később egész életedben ez egy hasznos tudomány. Vielen Dank für Ihre liebe Aufmerksamkeit.
Auf Wiedersehen!